Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A belső istennő. Így hívom ezt a kirakást, és ez volt a nőnapi akciós jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Linia részére. Kedves Linia, üdvözöllek téged! Itt megtekintjük a belső istennődet, Vénusz bolygó energiáját. Először a kirakásnál, utána áttérek az asztrológia területére az indiai számítás szerint. Ez a kártya ott felül mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Itt a kelyheknél érzelmekről van szó. És a hármas szám pontosan arra utal, ahogy leírtad a jelenlegi helyzetedet. Három személy, te és ez a két férfi. Holott a kártyán három hölgy látható, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is. Eltekintve most ettől a két férfitől, vagy a szerelmi helyzetetről, ez a kép utalhat barátságokra is, kapcsolatokra, barátnőkre, kolléganőkre, és ez lehet számodra egy jó kapcsolat, mert kapsz segítséget másoktól. A következő kártya azt mutatja, hogy hogy látnak téged mások. Ezen a képen látható egy életút. Ott lépked ez a hölgy ebben a katicabogár ruhában, és ez szimbolizál téged, a te életutadat. Ez kicsit nehéz, de te megoldod ezeket a problémákat. Megvan hozzá az erőd, megvan hozzá a képességed. Amire még ez a kártya utal, azt mutatja a 8-as szám ezen a kártyán, hogy mindig van nálad ilyen húzavona, vagy bizonytalan vagy, elgondolkodsz azon, hogy tegyem vagy ne tegyem, igen vagy nem. Bizonyára vannak olyan helyzetek, amikor mások úgy vélik, hogy bizonytalan vagy, de tudják, hogy megvan az erőd ahhoz, hogy járd az élet utadat, akkor is, ha itt kövek vannak, tehát nehézségek, nálad mindig van egy megoldás, amit még ez a kártya mutat, a víz elemét, és az utal érzelmekre. És megvan nálad ez az érzelem, a segítőkészség, ezért kedvelnek mások téged. Azt is szeretnék, ha jó kapcsolataid lennének. Ott erre utal ez a kettő hattyú, ez a kettő bogárka, a két lepke és a két madár. Ez jelenti a párkapcsolatot, vagy jó szerződéseket, ha munkáról van szó. És ahogy mások téged látnak, neked ez sikerül a nehézségek ellenére. A következő kép azt jelenti, hogy milyen változások lesznek nálad, és ezt most megtekintjük. Megvan nálad ez a mágikus erő, a mágikus vonzalom is, ez kihat a spirituális élet területére, de ez a mágikus vonzalom utal a szerelemre is. Ez a varázsló itt ezen a kártyán azt is mutatja neked, hogy az, amit elképzelsz, a terveid, az álmaid, az megvalósul. A következő kártya mutatja a belső istennődet, Vénusz bolygó energiáját. Ezen a képen látható egy királynő. Te vagy ez a királynő, és uralkodsz
a föld eleme felett, ami utal reális dolgokra. A kártyán látható ott a királynő fejénél, a hajában, ez a kastély, ezek a tervek, a vágyak, az álmok, és ez megvalósulhat. A kezében van egy legyező, ennek is van egy szimbolikus jelentése, mert korábban a hölgyek ezzel a legyezővel beszéltek titkosan a lelkitársukkal, nem tudták ott a báloknál nyíltan kimondani, mikor lesz egy randevú, de a legyezővel tudták közölni, melyik napon, hány órakor, hol legyen ez a találkozás. És ez így titkokra utal, te titokzatos vagy, de azt is jelentheti, őrizd meg a titkaidat, és ez az álom, ez az elképzelés, ez megvalósul, nem csak a királynő utal erre, hanem ez a varázsló is ezt mutatja. A következő kártya azt jelenti, hogy mi gyengít téged. Ami téged gyengít, azt mutatja itt alul, bal oldalon ez a kártya. Itt érmékről van szó, tehát anyagiakról, és a hatos szám utal a múltadra. Egy kapcsolat a múltból, ahol még vannak anyagi kötöttségek. A következő kártya mutatja az erődet, vagy azt, hogy mi erősít téged. Ez a kártya utal a kelyhekre, és itt a víz eleméről, tehát érzelmekről van szó. A tízes szám utal egy új kezdetre. Itt van egy új szerelem, egy új kezdet, mély érzelmek. Ott alul láthatóak a halak. Bal oldalon a kis halak, jobb oldalon egy nagy hal, és a halak szimbolizálják a vagyoni dolgokat, az értékeket, a belső értékeket is, egy jó anyagi körülményt, azon kívül, hogy ez az új kapcsolat számodra nagyon értékes. De te is értékes vagy számára, és ez adja számodra az erőt. A következő kép mutatja ezt a kapcsolatot, mit várhatsz el tőle, hogy alakulnak a dolgok a szerelmi élet területén. Ezen a képen látható az egész világ, és ez kihat a szerelmi élet területére. Itt örömökről van szó, amikor olyan boldog vagy, hogy a nagy örömödben átölelnéd az egész világot. Ez a kártya utal utazásokra és külföldi kapcsolatokra. Viszont ez lehet egy belső út is, akkor az azt jelenti, ő a te lelki társad. Amit ez a kártya még jelent, az idő. Egy éven belül kialakul köztetek egy tartós párkapcsolat, mivel itt a világ látható, és ez utalhat nagyobb változásokra, az lehet egy költözködés is. A következő kártya jelenti a jövőt. Ez a kártya mutat egy szerelmes párt, egy boldog párkapcsolatot, és ez lesz a jövőd, a jövőtök. És most áttérek az asztrológia területére. Vénusz bolygó szimbolizálja a művészeteket, a harmóniát, a szépséget, a szerelmet és a nőiességet. A te horoszkópodban Vénusz bolygó a Szkorpión jegyében van. A Szkorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, tehát itt a víz eleménél érzelmekről, mély érzelmekről van szó.
A testi kapcsolat az a skorpión jegyéhez tartozik, tehát nálad megvan ez a kisugárzás, és a férfiak ezt érzik is. Jelenleg itt mozog Kétu, a lefele mozgó holdcsomó jövő év márciusáig az indiai számítás szerint. Itt Kétunál a múltról van szó, karmikus témákról, mindarról, amit átéltél a korábbi életedben. Ez lehet egy karmikus szerelem is, és ez annyit jelent, ő a te lelki társad, és te ezt érzed is. Kettőtök között mély érzelmekről van szó, és ez alatt a karmikus hatás alatt állsz jövő év márciusáig. A hold jelenti az anyai érzelmeket, az édesanyád, de uralkodik az érzelmünk felett is. A te horoszkópodban a hold az a bika jegyében van. A bika jegye szereti a szép és értékes dolgokat, a szép környezetet is, és olyan nyugodt, kiegyensúlyozott, és ez kell számodra, mert így érzed te jól magad. Jelen pillanatban itt mozog a felfele mozgó holdcsomó Ráhú, ez is egy kármikus csomó, és utal a múltra. Egy új irányt jelent, egy új kezdetet, egy új életterületet, amit még nem ismersz, olyan bizonytalanságokat vált ki. Te tudod, te érzed, hogy itt lesz egy nagy változás. Mars bolygó utal a te erődre, és ezzel tudod bebizonyítani magadat. Nálad Mars bolygó a mérleg jegyében van, és az azt jelenti, te nem akarsz senkit megsérteni, és ha döntésekről van szó, akkor mindig mérlegeled a dolgokat, és ez azt jelenti, nehezen hozol döntéseket. Mars bolygó jelenti a lelki társadat is, és itt a mérleg jegyénél, ami a párkapcsolatot szimbolizálja, van egy szép kapcsolat kettőtök között. A te horoszkópodban Kétu a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal, mindarra, amit átéltél a korábbi életedben, ez az ikrek jegyében van a te horoszkópodban. Két holdcsomó van. Kétu, ez a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal, és Ráhú, az a felfele mozgó holdcsomó, ami mutat egy új irányt, egy új lehetőséget, amit mi még nem ismerünk. Mindkét holdcsomó mozog. Ráhú, ez a felfele mozgó holdcsomó, ami keres egy új irányt, egy új lehetőséget, 2019 márciusától 2020 szeptemberig az ikrek jegyében volt. Tehát ez alatt a hatás alatt álltál. Ráhú, a felfele mozgó holdcsomó, ami egy új életterületet, egy új irányt jelent, amit te nem ismersz, de a lelked ezt kiválasztotta, meg kell, hogy ismerje. A te horoszkópodban ez a nyilas jegyében van, ami utal külföldi kapcsolatokra, vagy egy belső útra. Itt kell egy irány, itt kellenek konkrét célok. Itt található a nyilas jegyében a te napod, ami a te énedre utal. Ezt úgy tudnám elmagyarázni, ha elképzeled az életedet, mint egy színdarab, a nap
mutatja számodra, hogy te játszod itt a főszerepet. De mivel itt a nyilas jegyében van ez a felfele mozgó holdcsomó is, ez számodra olyan ismeretlen. Keresel egy irányt, egy helyet, ahol úgy érzed, igen, itt le tudok gyökerezni, és az is fontos számodra, hogy te, a te énedet, személyiségedet ki tud mutatni, hogy másoktól elismerést kapj. Kedves Liniá, így tudtam elmagyarázni ezt a nőnapi jóslást. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!